Ez az a kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifa igények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szól. Ez a jogszabály tesz engedményeket a fakitermelésben. Megkérdeztük a civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét is erről. Vicce Csilla azt mondja, az erőművek faigényét kellene lakossági célokra fordítani. Magyarországon ilyen hőerőmű, villamos energiát állít elő, ezt kéne megszüntetni, és ezt a tűzifát odaadni a lakosságnak, hogy beszerezhető áron, normális áron tudjanak, ha szüksége van a sok háztartásban a tűzifa elégetésre, innen kellene a fát biztosítani. A fából villamos energia előállítást, ezt kellene megszüntetni. A szóvivő szerint ezek az üzemek használják fel a kivágott fa mennyiség jelentős részét. Az óriási mennyiségű tűzifa igénye a hőerőműveknek van, nem csak Pécset, hanem a Mátrában és Vértesben és Ajka mellett. Ezeknek az óriási tűzifa igényét kellene átterelni a lakosság részére, hiszen értjük, hogy veszélyhelyzet van, bizonytalanság van, háború van, és a lakosság tűzifa igényét ki kell elégíteni, de nem úgy, hogy megnövekedjék a tűzifa ára még 30 000 forintnál is drágább, hanem a hőerőműve beszállításra kerülő mennyiséget kellene a lakosság részére irányítani. Ezt várnák el ebben a helyzetben, mondja Vicce Csilla. A szóvivő szerint nem szabad lazítani az erdők védelmén. Várnánk azt is, hogy védje az erdőket, tehát az erdészeti szabályokat ne lazítsa, természetvédelmi területen ne lehessen tarvágást végezni, tehát ilyen irányú lazítást azért nem tudunk elfogadni. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a jogszabálya csak a veszély idejére van hatályban, tehát november 1-jel jelen szabályozás szerint megszűnik. A civilek a Mecsekért Mozgalom még erdészekkel, szakemberekkel egyeztet az új jogszabályról. Ezután alakítja ki véleményét, mondja Vicce Csilla. Mint ismert, a szervezet fellépett a Pécs környéki erdők pusztítása, a vizek szennyezése, a levegőben az elektromágneses sugárzás csökkentése érdekében. Így akadályozta meg a Tubesre tervezett lokátor megépítését. Majd Pécs polgármesterével bírósági pere is volt, mert állításuk szerint Péter Fiatila korábban a hőerőmű vezetőjeként jelentős mennyiségű fát vásárolta a hő- és villamos energiatermeléshez, amit a mostani városvezető hazugságnak nevezett. A pert végül megnyerték a civilek.